Üdvözlök titeket! Újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és egy hol videóval készültem nektek. Megérkezett a DM-ből a csomagom. Elfogyott Eriknek a pelusa, meg egy-két dolog fogyóban van, úgyhogy adtam le egy rendelést pénteken. Ma hétfőn meg is érkezett. Az arclemosóm van fogyóban, úgyhogy adtam egy-két dolgot le. Ez a csomag összesen volt 11.199 forint. Bocsánat az aért. Rövid videó lesz, úgyhogy nem lesz nagyon hosszú. Csapjunk is bele. Legelső, amit lapul, az Eriknek a csomag pelus. Tudjátok, a megszokott Libero Up & Go 7-es méret. És akkor így benyúlok, és ami a kezemre esik, azt fogom nektek mutatni. Van itt egy magnólia és málnás illatú szappan utántöltő, ez egy 750 ml-es utántöltő, bocsánat, így mutatom. 399 forint volt, 750 ml-es. Nem tudom, milyen illata van, még nem használtam ilyet, de általában a DMS szappanok, folyékony szappanok, nagyon jó illatuk van, nagyon szépen tisztítanak, nagyon jól habzanak, úgyhogy teljes mértékben meg vagyunk velük elégedve. Következő termék egy 500 ml-es Colgate Plax, Cool Mint, alkoholmentes szájöblítő. Azt mondja, hogy napi kétszer kell használni, reggel és este, 20 millit és 30 másodpercig kell öblögetni a szájat. 0 és 6 éves gyerekeknek nem ajánlott. És azt írja még rajta, hogy gyerekektől távol tartandó. Ezt az ízesítést még nem használtam, úgyhogy nem tudok róla véleményt mondani, de egy szájöblögető szerintem jó lesz. Van még itt egy kedvenc, nagy kedvenc, egy gyömbéres, citromos folyékony szappan, fél literes, 299 forintért. Nagyon szeretjük, nagyon kellemes az illata, nagyon meg vagyunk vele elégedve. Jelen pillanatban szolid szappant használok az Oriflame-től. Múlt hónap végén kezdtem meg a dinnyéset, és nemrég fogyott el, most bontottuk meg a, bocsánat, a... Azt hiszem, hogy erdei gyümölcsös szolid szappant. Egyedül használom, így nehezebben fogy el. Erik folyékony szappant használ, mert a szolid az kicsúszik a kezéből, nem tudja még használni, mert túl nagy. Úgyhogy ő folyékonyt használ, úgyhogy ebben a hónapban elfogytatnál se lesz nagyon sok szappan a dobozkában. Ez nagyon jó, többször is láthattátok, minden egyes illatot szeretünk, ez egy nagy kedvenc. Ezt már többször is láttátok itt nálunk. Újra vásároltam az arctisztítómat, a másikban inkább még eddig van, szóval tényleg egy pár arcmosás van, egy pár használat, szerintem egy hét maximum és el fog fogyni. Úgyhogy újra is vettem, ne legyen az, hogy elfogy és nincs itthon utánpótlás. Tudjátok, parfüm, alkohol és színezékmentes, nagyon szeretem, 150 ml szenzitív bőre való, nincs illata, nincs színe, teljesen korrekt, a legjobb, úgyhogy ezt teljes mértékben nektek tudom ajánlani. De az arc ápolási rutinomban is megtaláljátok, a kedvencekben is megtaláljátok, ahol bőven beszélek róla. Van még itt még egy fogkrém, a Colgate-től egy ilyen citromos és aloe verás fogkrém. Nem használtam még, de nagyon régóta szemezgettem vele. Szeretem nagyon a citromos dolgokat, fogkrémben nem tudom, hogy milyen, volt már kókuszos fogkrémem, meg citromos a DM saját márkájástól, de az semmi köze nem volt ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy azt mondtam, hogy most ez a Colgate-re esett a választások. Tényleg hónapok óta, nem is én lennék, hónapok óta mindig nézem ezt a fogkrémet, és nagyon megszerettem volna már többször is vásárolni. Jó, nagyon jó illata van, ilyen zöldes színe van. Pont a napokban fog elfogyni a fogkrém, úgyhogy erre esett most a választásom. Kipróbáljuk, és ha jó, akkor letesszük a voksunkat mellette.
Most fordítok, ez lett, még egyszer megmutatom, Colgate citromos és aloe verás. A YouTube-on is, és a Facebookon is, a Facebooknál van egy ilyen DM terméktesztelős csoport, ahol eztet a tusfürdőt, konkrétan istenítik, annyira jó illata van. Még nem használtam, sosem ebben az illatban, de annyi jókat olvastam róla, azt mondják, hogy tényleg az a nyári illat, az a fresh illat, azt mondják, hogy after sun, de azt mondják, hogy egy isteni illat. Tényleg. Tudjátok, milyen illata van? Mikor elmentek napozni, bekenitek magatokat a naptejjel, és mikor elkezdtek barnulni, van az a napteljes, sült bőr illat, ez egy az egyben annak az illata, alig várom, hogy elkezdjem használni. Így néznek ki, egy nagyon szép kékes, türkiz, áttetsző színe van. Alig várom, hogy aztán tényleg, aki még nem próbálta ki, a DM-nek ezt az illatát, azt tegye meg, mert egy nagyon-nagyon-nagyon jó illata van. Remélem, hogy tartós is a bőrön. És még kettő darab, de nem három darab termékonférést teszem ezt a dobot. Az egyik a jól megszokott, tudjátok, hogy ha DM-ből rendelek általában, vagy ez, vagy a Balea medes arcmaszkot szoktam venni. Ez most a Aqua Touch Mask, nem tudom. Ez a vízhiányos bőre való, vízfeltöltős, vízpótlós fátyolmaszk. Nagyon szeretem. Néha fellökni egy kis relaxra szerintem nagyon jó. Következő termék az egy kullancs és szúnyogriasztó spray, 100 ml és 1199 forint volt. Többin elfelejtettem mondani az árát. Bocsánat. Tusfürdő 2,99, az arclemosó 8,99, az arckrém 2,90, a fogkrém 8,90, a folyékony szappan 2,90, és ez azt hiszem, hogy akciós volt 1000 forint tájékán, plusz-minusz nem tudom, ez 1199 forint volt. Még nem használtam ezt a változatot, más változatot már használtam tőlük, teljes mértékben meg voltunk elégedve. Erikben volt már egy kullancs idény, a kis háta közepén volt, úgyhogy muszáj volt vegyek, mert nem tudom, hogy mi van itt nálunk, de a kutya is teli volt vele, pedig csepegtettünk a tarkójára már, és mégis teli volt, főleg itt az arc ilyen 3-4-el egyszerre is kiszedtük belőle, de most muszáj volt megint valamihez folyamodjak, féltem a gyereket persze, meg a kutyát is, félreértés ne esik, úgyhogy ezt Eriknek vettem meg magunknak, a szúnyog és kulancsriasztót, és Bütyöknek is vettünk egy nyakörvet. Ez is 1199, bolha és kulancsriasztó nyakörv, egy darab nyakörv, fekete és 75 centi hosszú, kutyák részére így néznek ki. Tudjátok, az a hagyományos nyakörv, méretre kell vágni, ilyen kis zacskóba van benne, nem bontom el, csak mikor ráhelyezem a kutyus-mutyusra, úgyhogy Bütyökre is gondoltunk, és ő is kapott egy kullancsriasztó nyakörvet. Ez lett volna az utolsó termék, amit vásároltam, ez összesen volt 11.199, ugye 499 volt a házhozszállítás, mert csak 14.000 forint fölött van ingyen házhozszállítás. Gondolkodtam, hogy még teszek pár terméket bele, hogy ingyen legyen a házhozszállítás, de viszont tényleg mindenünk van most itthon, és úgy voltam vele, hogy fölöslegesen nem szeretnék betározni, eljutottunk arra a minimalizmus stádiumra, hogy tényleg egy sampon, egy balzsam, egy-két tusfürdő itthon, csak jelen pillanatban használok egy Farmek vagy Gerovitálos tusfürdőt, az egy román termék, nagyon jó, egyelőre, eleinte csak egy-két terméket gyártottak, most ilyen nagy skálájuk lett, és nagyon sok mindent gyártanak, és elértek egy nagyon jó szintet, és nagyon jó termékeket gyártanak. Azt használom, ez egy nagyon nagy tusfürdő, amellett még van lent egy Yves Rocher-es, meg még lesz ez a tusfürdő, úgyhogy dosztig, ennyink van csak itthon.
És úgy voltam vele, hogy nem szeretnék több terméket vásárolni, mert tényleg mindenünk van itthon, van nagy öblítőm, az majd, ha elfogy, akkor veszek másikat, nem szeretnék raktározni itthon, mert eljutottam egy olyan szintre egyszer, hogy 30-40 darab tusfürdőnk volt itthon, és már nem győztük felhasználni őket, mert ugye szagolgattuk is, és a szagolgatás miatt ugye automatikusan, ha megmondtad, megmondástól számítják azt a 6 hónapot, vagy mennyit, ugye? Most ezen pont nem látom, de én úgy tudom, hogy egyesek 6 hónapig érvényesek csak felbontás után. Nézzétek csak, milyen jól találtam itten. Itt van egy kis leírás, és akkor azt írja, hogy minden bőrtípusra a Balea After Sun tusfürdő felfrissít és ápolja bőrödet a szolárium és napozás után. Gyengéden tisztítja a bőrt, eltávolítja a napkrémet és a maradványokat, eltávolítja a klór és a sósvíz maradványait, védi a bőrt a kiszáradástól és hűsítő hatása van. Tényleg próbáljátok ki. Ha kipróbálom, akkor vagy elfogytakban, vagy valahol megpróbálom nem elfelejteni és megemlíteni nektek. Úgyhogy ez lett volna az utolsó termék, összesen 11.200 forint, elég sok, de viszont ugye a pelenka elég drága volt, meg ugye maga, ha úgy veszük, ez a három termék megint itt volt majdnem 3.500 forint, és azért lett ilyen drága. De most kinek mi a drága, ugye? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, puszillak titeket, és találkozunk az avonos videóban, az is szerdán ki fog menni a csatornára. És nem sokára következik az elfogytak, kedvences videó már fent van, nézzetek szét a csatornán, ha még nem tettétek meg, lájkoljatok, kommenteljetek és iratkozzatok fel. Puszi nektek, sziasztok!